intelligenciánk fölébe emelt a növény és állatvilágnak, a magunk kénye kedve szerint alakíthatjuk életterünket időtlen idők óta. Ebből fakadóan felelősek is vagyunk ezért a földért. Kiki a maga módján, a saját lehetőségei szerint kell, hogy adózzon ezen kötelezettségének. Borsi Róbert önkormányzati képviselő köszöntötte a Herman Otto halálának 100. évfordulójára rendezett győri program résztvevőit. Bár a polihisztor soha nem szerzett diplomát, munkássága és az általa kutatott területeken elért eredményei ma is hatással vannak a tudományra. Erről is beszámoltak a Városháza dísztermébe látogató, felkészült előadók. Valójában szerintem reggelig lehetne sorolni, hogy mivel foglalkozott, hosszú-hosszú lenne a lista, de valójában a legérdekesebb talán Herman Ottóban az, hogy nincs ehhez még egy diplomája se, de még egy érettségie se. Tehát valójában, ha az ember tényleg érdekli valami, van benne akarat és szeretet ahhoz, amihez fordul, akkor tulajdonképpen bármit el lehet érni. Nyilván Herman Ottónak Isten adta tehetsége is volt, amitől aztán halhatatlanná vált, de ha az ember kitűz maga elé egy célt, akkor azt el lehet érni pusztán akarattal és tudással. Talán Herman Ottónak ez egyik nagy üzenete. A délelőtti ülés után délután itt a Herman Otto utcában folytatódott az ünnepség, ahol felavatták a természettudós polihisztor emléktábláját. A győriek büszkék azokra az elődeikre, akikre méltán lehetnek azok. Ugye Herman Otto is egy tudós, illetve egy mondhatjuk azt polihisztor volt annak idején, aki nagyon sok mindenben megmutatta tehetségét és értett is hozzá. Büszkék lehetünk rá. Én azt gondolom, hogy akik itt élnek a Herman Otto utcába, azoknak a cégeknek, a vállalkozásoknak itt van a székhelyük, sokszor adják meg címként, hogy Győr Herman Otto utca. Azt gondolom, hogy itt talán képileg is, vizuálisan is láthatjuk, hogy ki az a személy, akiről szó van, és egy kicsit jobban elmélyedhetünk az ő munkásságával kapcsolatban, illetve az itt élőknek. Én azt gondolom, egy büszkeség is lesz ez a felavatandó műalkotás. Városunkban nem ez az első olyan jellegű alkotás, amely egy nagy magyar előtt állít emléket. A mostani mű különlegessége azonban az, hogy üvegmozaikból készült. Én ilyennel foglalkozok már nagyon régóta. Nekem ez a munkám, ezt szeretem csinálni, kifejezetten szeretek portrékkal foglalkozni, és nagyon szeretek olyan emberekről portrét csinálni, akiket sokra tartok. És a Herman Otto ezek közé tartozik. Mint kiderült, az emlékév lebonyolításáért felelős intézmény nem csupán kötelességből vállalta a programsorozat megszervezését. Herman Ottónak nem csak a személyisége, munkássága, hanem azok a területek, amin ő működött, azoknak a sokszínűsége és a természettudományoknak a hangsúlyozása, ami a mai fiatalok körében egy kicsit visszaszorulóba van. Tehát mindezek a szempontok adták azt az ötletet, hogy ma délelőtt középiskolások számára tartsunk egy előadóülést, ami úgy tűnik, hogy nagy sikerrel most a mostani percekben zárul. Az önkormányzat és a Nemzeti Környezetügyi Intézet Észak-Dunántúli kirendeltségének közös programja része a Herman Otto emlékév sorozatnak, mely a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával valósulhat meg 2014-ben.